Isten hozta önöket újra itt Kenderesen, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója szülővárosában. Engedjék meg, hogy városunk önkormányzata, magam és Kenderes város lakossága nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket itt, ma Kenderesen, kormányzó halálának 64. évfordulója alkalmából. Tisztelettel köszöntöm Novák elődöt, a mi hazánk alelnökét, parancsnokét. A fővárosból érkezett önkormányzati képviselőként kettős érzésem van. Egyfelől Budapest újra vörös rongyokba öltözött, sőt, szivárvány színűekbe is. Másfelől viszont büszke vagyok, hiszen éppen ott tartottuk a koronavírus járvány előtti utolsó tömegrendezvényt március 1-én, Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóját 10 nemzeti szervezet összefogásával, egy nemzeti seregszemlével, lovas felvonulással ünnepelve. A két világháború között gazdasági világválság, egy igazi gazdasági világválság, világszerte több 10 milliónyi halálos áldozatot követelő spanyol nátha járvány, és hát főleg Trianon sújtotta az országot, mégis lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális pezsgést tudott hozni Horthy Miklós kormányzása, ezért is követelünk szobrot neki a fővárosban is, ezért követeljük közterület elnevezését róla a fővárosban is. Az emlékének ápolása tehát a magunk fajtákra vár feladatunk, küldetésünk van.